挽着父亲走入礼堂，美丽的新娘迎来人生最重要的时刻。只可惜到场分享喜悦的人不太多，不是这对新人人缘不好，而是被高通膨给吓跑，所以不少准备结婚的人决定一切从简。Minden szerintem sokkal sokkal drágább lett. Hát a létszámban kalkuláltunk, 100 főről indultunk, és most jelenleg 70 fő valószínű, hogy ennyi lesz a NASZ népnek a létszáma. 一切得精打细算，毕竟能源、食物还有各种服务价格都疯狂上涨。预计匈牙利今年通膨将落在16.4%，创下欧盟国家中最高数字。有些人透露，这回举办婚宴的预算比2020年多了4倍。Az látszik, hogy drámaian csökken a vendégek száma az esküvőkön. Tehát még mondjuk 20 évvel ezelőtt, amikor én a pályámat kezdtem, akkor 100-120 fős volt az átlag létszám az esküvőknek. Addig mondjuk 10 évvel ezelőtt ez inkább olyan 80-100 volt. Most pedig a 60 fős esküvők azt gondolom a leggyakoribbak. Ez jól mutatja azt, hogy egyszerűen nincsen a zsebükben annyi pénz a pároknak, hogy egy igazán nagyon nagy lakodalmat tudjanak csapni. 匈牙利结婚数曾经是欧盟最高的，平均每1000人就有近7场婚礼。如今跳水式下跌，今年1月只有1230场婚宴，写下2014年以来的新低。现在就看通膨怪兽何时能消失，别再阻碍婚姻大事。环宇新闻刘梦坚综合报道。请订阅、按赞、分享环宇新闻 YouTube 频道，并开启小铃铛，及时掌握全球时事与最新趋势。